Hát akkor üdvözlök mindenkit ismét, ez most egy ilyen tényleg bemutató lesz, ugyanúgy szintén Commodore 64, viszont ami érdekes, hogy szereztem hozzá egy eredeti floppy meghajtót, ez a múltkori bemutatón még nem volt meg. Ezt az egységet úgy hívják, hogy 1541-es meghajtó. Ja, egyébként itt van a Magnó is, csak azt most nem szedtem elő, azt már most mutattam a múltkor, de így néz ki hátulról. És ugye sorban van kötve ráadás ugye a szintén elvileg a géptek floppy meghajtónak látszó edge drive-os egységtől. Tehát ez ugyanúgy kommunikál a gép felé, csak ugye memóriakártyát lehet beletenni, ami lemez image-ek vannak, de maga ez a tudtéke úgy hívják, egyébként itt rá is van írva, hogy 1541-2 floppy drive. Az 1541 az azt hiszem, hogy jól tudom, akkor azonnan kapta a nevét, hogy 15-41 perckor sikerült befejezni a gyártását a prototípusának az elsőnek, mert ez ugye a kettes széria, de ebből volt egy régebbi, az egyes, olyan nincsen abban, a sokkal így nagyobb volt, mert bele volt építve a tápegység is. A kettes része meg ugyanúgy, mint hogy a Commodore tápegysége is, mint látjátok, így külön van a géptől. Tehát ez maga a tápja. Két ez is eredeti. De ez is és az érdekes, mert ennek is volt saját memóriája, 16 kilobajt saját memóriája volt, úgyhogy ezt lehetett programozni. És sok játék ezt ki is használtam, meg sok program, hogy egyedi lemezformátumot használt, meg különböző toolbokkal, meg utántöltőkkel gyorsította. Úgyhogy ez már akkor is létezett. Azt mondja, hogy... Na, és akkor itt vannak hozzá a lemezek, ugyanilyen, hát ez sima közönséges, mentes és adathordozó, floppy lemez. Ez ugye 500 kilobajtos, és ennek az volt az érdekessége az ilyen lemezeknek, hogy na, hogy hivatalosan, ilyen, ez így működött, hogy ez volt ugye az oldala, és ezt lehetett csak használni, viszont nagyon hamar rájöttek az emberek, hogy a másik oldala is használható, arra is lehet írni Commodore-on, csak ki kell lukasztani, mert ugye van ez a luk. Két egy optikai érzékelő van a meghajtóba, és ez alapján tudja, hogy megtette egy költ a lemez, hogy közben így forog, így ezt itt ezen a lukon keresztül figyeli, mert valahol van rajta egy azt hiszem egy luk magán a lemezen is. És ugye ez sok gyári lemezen, ez itt nem volt luk a B oldalon, vagy itt a második oldalán, viszont ugye, hogyha ezt kilukasztottad, akkor ugyanúgy működött. És erre volt egy spéci szerszám, és annól gyártottak hozzá külön lemezlukasztót, de sima papírlukasztóval is működött, csak óvatosan kellett csinálni, hogy a lemez ne lukaszd át, csak magát a műanyagot, vagy hát ezt a műanyag tokot, amiben benne van. Ugye hát most ez a Geos nevű, azt a programot én sem ismerem, az eltök egy ilyen alternatív, ilyen ablakos, ilyen grafikus rendszer volt a Commodore-hoz. Így működött, be kellett rakni magát a lemezt, és ezt így lezárni, ja, meg még be is kell kapcsolni. Igen. És akkor maga a betöltés az működött, most remélem, hogy fog menni így. Mind a kettőben van kötve. Ugye most vesző 8-as. Ja, nem jó. Akkor lehet, hogy nem 8-as, hanem 9-es. De az se. Hanem valami nem stimmel vele. De már nem is olvassa. Tehát lehet, hogy ez a bekötés az így mégsem szerencsés, mind a kettőben van. Úgyhogy majd megpróbáljuk. De elvileg valamelyiknek működnie kéne, de van ugye kiderül, hogy megpróbálom úgy bekötni, hogy akkor csak az egyik legyen. Hát így, hogy akkor kikötöttem az S-drive-ot, mert viszont a kettő együtt nem megy. Így viszont félek a képernyőt, meg magát a... Igen, tehát most így beolvasta. És az még az érdekesség, igen, látjátok, két LED van rajta, a piros a power, az csak azt jelenti, hogy be van kapcsolva, és a másik a zöld, az pedig akkor, hogy éppen a lemezen dolgozik. Mit tudom én, van egy 37 blokkos program. És akkor, na látjátok, tölti. Egyébként az régebben úgy Commodore-os korszak elején egy ilyen floppy meghajtó az olyan volt, mint hogy az űr korszakból érkezett volna meg az ember a kazetták után. De ugye azonnal látod egy csak egy listpalancsot kiadni, és azonnal mutatja, mi van rajta.
sokkal gyorsabban működik a töltés, mint kazettáról. És ugye, hát a több adat az nem biztos, hogy többféle lemezre, mint egy turbós kazettára, de... És nem indul el? Na, milyen program ez? Hát nem indul el. Akkor lehet valami pókoddal vagy sziszzel kell indítani. Hát, már szokott mi lenni sziszzel, és akkor valamilyen assembly kódot kell beírni, vagy egy pókutasítást, amivel szintén ugye ugrasztani lehet a programot valahova, de... Elvileg ez azt jelenti, hogy beolvastam a memóriába. Csak nem indul el. Tehát egyébként mondom, a floppy lemez az ami isten királyság volt, tehát sokan szerettek volna floppyt, mert akiknek csak magnó jutott. Erre a geosra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Jó, aztán van ám hangja. Hoppá. Még a végén beindul. Ami régebben is voltak ilyen traktor hangjai néha. Hoppá. Ez nem semmi ez a geos se. De ezt majd fel fogom venni normálisan is. Mikor majd ugye itthon lesz a laptop. És rá tudom kötni. Kedelkezik, és ott a kurzor joystickkal lehet irányítani. És rámegyek a tűzgomba, akkor mi történik? Na hát ez nekem is új egyébként, így... Ugye amikor régen Commodore-on volt, ezt a geost nem ismertem. És azóta is csak egy hallomásból tudok róla, hogy volt ilyen is. Ez gyakorlatilag az a Commodore-nak a Windows 3.1-e. Így elnézve. Ja, ez volt maga az operendszer, hát akkor nem tudom, mit lehetne még csinálni, még nézzük meg ezt a GeoPaint-et. Semmi. Azért nem semmi, hogy ezt tudta a Commodore 64. Hát ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen Windows 3.1-es paint program. Akkor közben amúgy előködik a floppy is, akkor csak hogy lássátok. Tehát a beállításai. Az a baj, hogy ha közelebb viszem a zoomot, akkor meg elbassza a fókusz, vagy nem? Most már nem. Ha figyeljetek. Text Manager, fotó, kalkulátor, nem? Ja, hát igen, tele a lemez. Hát ilyen van. Hát jó még azért, akkor korábban így számra esetik a korlátai, az itt megvannak, hogy lassú, és akkor látod, hogy jó, igen, tehát ez a szabályos rendezés. Ja, igen, 0 kilobajt free, tehát 166 kilobajtot használ. Copy. Speciál. Na a cooling is érdekesség, mert azt szerintem az valami olyasmi lehetett, hogy ilyen korabeli BBS, mint hogyha jól emlékszem, hogyha volt modern a Commodore-hoz, akkor be lehetett, az Amerikában működött, hogy be lehetett átcsázni valami szerverre, egy szolgáltatóra, és akkor ilyen üzeneteket lehetett hagyni, ez ilyen korabeli BBS. Hát ugye most így igen, tehát az a baj, hogy még a Text Manager az lehet, hogy elindul, csak... Na, valami szövegszerkesztő lett szerintem. Hát vagy az lenne, hogyha lenne tárhely. Ja, meg ott a printer, tehát elvileg ez... Hát szerintem ez egy ilyen egyszerű, nem is tudom mi volt az a... Szerintem valami olyasmi a tippelek, mint a régen az MS-DOS-ban az Edit szövegszerkesztő, hogy
alapvető formázás, de textfájlokat gyártott. És ugye az, hogyha ezt kezelt nyomtatót, ugye ott van a printerváltás, hogy ki tudta nyomtatni. Ja, egyébként mert akkoriban az Commodore nem működött ez a, úgy hívták, hogy Daisy Chain rendszer, a sorba lehetett eszközöket kötni. És hát így kötöttem én is be a floppy drive-ból, csak nem működik. Tehát, hogy itt van ugye, kijön egy egység magából a gépből, az nem a floppy drive-ba, és ott van mellett ugyanilyen csatlakozó. Az ott a szériánál, amivel ezt ugye tovább lehetett kötni egy másikba. Tehát ilyenkor úgy működött, hogy ha volt pedig egy nyomtatód, akkor azt bekötötted a floppy meghajtó után, és ugyanúgy működött, csak ugye az eszköz sorszámot más, meg aztán, hogy itt ilyen kapcsolókkal, tehát ez a device, ez pont arra való, hogy ilyen kapcsolókkal lehetett áldigagatni, hogy ez az egység hanyadik a sorban. Vagy hogy elsődleges, vagy másodlagos. Na ez az, amit akkor soha nem használt szerintem senki, hát mondjuk én sem, mert egyszer nem volt több meghajtónk, tehát már az is luxus volt ugye eleinte, hogyha ezen bennek van floppy meghajtója, vagy nem, hogy még, vagy nyomtatója, nem, hogy még ugye kettő, vagy két floppy meghajtó, hát olyan aztán már ember nem volt szerintem, kinek kettő volt. A Magnó meg ugye külön csatlakozóról ment, a Magnónak külön csatlakozója volt, tehát az ebben megint nem játszott bele. Viszont azt még megpróbáljuk majd, de azt majd a kamerán kívül majd átkötöttem úgy, hogy először a memóriakártyás legyen benne, és mögé kötöm a floppyt, hogy vajon úgy működik-e. Már szerintem nem fog, de kipróbálom. Hát bevált a tippem, nem működik. És szerintem így gameplay sem tudok csinálni, hogy csak a tévét veszem, mert ugye azt szpotkésen csak úgy sikerült majdnem jól fölvenni, hogy össze volt kötve. Ugye a videóval, ami ott alatta van, és annak a kimenetét, melyik most is Euroscarton megy a videón keresztül, és annak a kimenetét rákötöttem a digitalizálóra, ami be volt kötve a laptopba, és ugye a videójelet onnan vette, meg a hangot is. Azt át tudta vinni ezen a rendszeren. Viszont az élőszavas felvételt, meg egy külön mikrofonnal, de azt se vált be. De hát valószínűleg akkor... Viszont azt lehet, hogy meg tudom csinálni majd, ugye jobb minőségű. Igen, azért nem, hogy azt fognak rövelni, hogy ezzel a kamerával, amivel most fölveszem, majd azt fogom csinálni, hogy ez fogja a hangot adni, és ezt így oda húzom magamhoz közel, hogy ne szedjen föl sok zajt, és fülhallgatóval, meg mikrofon, ugye fülhallgatóval fogok játszani, ugye a laptopon keresztül hallgatom hangot, és a tévén lehalkítom. Szerintem úgy nem lesz zavaró. Annyira, mert a legutóbbi Commodore-os live-ban is az volt a baj, hogy túl nagy volt az alapzaj, mert ugye egy mikrofon vette a hangot, és a kommentet is. Ezt még meg fogom próbálni. És remélhetőleg így fog sikerülni. Úgyhogy szerintem ez ennyi lett volna az a kis bemutató. Úgyhogy látjátok. Commodore 64 működik, játszani azt lehet vele, szoktam is néha. Úgyhogy tökéletes. És akkor ugye ez csak ilyen érdekesség, hogy ugye ugyanilyen fog meghajtóm volt régen is, ami lomtalanítás változata lett, úgyhogy most így olcsón lecsaptam az egyik Facebook csoportra, valaki árult egyet elfogadható áron, és akkor megvettem tőle, hogy legyen. Hát ez egy ilyen kis régi, ilyen kis retro emlék, de még működik, mint láttuk, tehát ezt érdemes meghagyni, így ezt így elrakni, hogy ilyen is van, meg esetleg néha előveszem és kipróbálom, de magával a géppel inkább ezzel a másikkal fog játszani az utódjával. Vagy az, hogy egyszerűbb kezelni, és ugye egy ilyen lemezre még 500 kB elfért, ebben egy 1 GB-os memóriakártya van, de számoljátok ki, hogy mennyi lemezképet rá tudok tenni egyetlen egy ilyen kis micro SD kártyára, amit, hát vagy ebben nem micro SD kártya, hanem sima SD, de szóval lényegtelen. Akár 32 GB-os kártyát is beletehetnék. És arra viszont szerintem az összes valaha létező Commodore-os programot rá tudnám tenni. Hát akkor az ennyi lett volna ez a kis bemutató. Hát, igen, itt így már nem szeretett fókuszom adni. Úgyhogy akkor sziasztok, ez ennyi volt.